Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, én Cserfalvi Karesz vagyok, és az a megtiszteltetés ér engem, hogy Sellei Zoltánnal ülhetek itt egy újabb női podcast adásban, ez itt a belemenés, nem plusz, bár Zoli akár ezt a minősítést is megkaphatná, de ez most egy rendes női adás lesz, amiben mi ketten fogjuk kibeszélni a magyar kupa, a magyar bajnokság, és egy kicsit a magyar női válogatott keretét, mint három témát, aztán meglátjuk, hogy itt a nagy csapongások közepette még miket fogunk érinteni. Zoli, rég nem beszéltünk, rég nem volt adásunk, ezért elnézést is kérünk a kedves hallgatóktól. Ha mondjuk ebből a három témából ki kellene emelni mondjuk két nagyon fontos, hogy itt az elmúlt két hétből akkor neked mik a, a legnagyobb ilyen kézilabdás élményeid most az elmúlt közvetlen időszakban tényleg mondjuk két hétből? Hát először is ismételtem féktelen szeretettel üdvözlök mindenkit, és hát ilyen bemutatás után el is pirult, amit egyébként jó, hogy csak felvétel lesz róla. Hát nagyon érdekes egyébként, mert ugye, hogyha most nincs bajnokok így ezért így is volt elég beszél, beszél téma, és hát mint felsorolta, ugye itt a Magyar Kupában is voltak érdekes témák, itt a, mb ben is vannak érdekes témák, és a válogatott terén pedig mindig vannak érdekes témák, úgyhogy igazából nem is tudok nagyon kiemelni, mit. Itt, uh, új sorba megyünk itt az eredményeken. Én azt gondolom, hogy még visszatérve ugye, a két szünetbe, itt a, a franciák elleni mérkőzések során, azért volt uh, mondjuk így, hogy pozitív meglepetés, aztán jött egy mondjuk egy realisztikus uh, eredmény, de utána pedig ugye beindultak itt az nb és a kupafordulók, ahol egyébként nyilván említjük őket, rendkívül sok érdekes eredmény volt, és meglepetés is akadt, úgyhogy, úgyhogy hajrá! Na, hát akkor vágjuk is, bele, kezdjük akkor a Magyar Kupával, aminek a harmadik fordulóját rendezték meg. A, az Orosháza fogadta a Vasas csapatát, itt utóbbiak 10 góllal győztek, tehát Konkó továbbjutottak a negyedik körbe. A Buda őrs is így tettük, 7 góllal győztek. a Kisvárda 22-32. A Békés Csaba is továbbjutott az első osztályú csapatok közül, igaz egy talán a Vártnál szűkebb győzelmet arattak a vártnál sokkal könnyebben jutott tovább, sőt egyáltalán már az, hogy várható volt a Dunai város továbbjutása, ez is kérdéses. Ők a szombat helyen 47-15-re nyertek. Ez az eredmény az önmagában, hogyha valaki nem ismeri a hátterét, ez, ez, tényleg egy, egy nagyon nagy különbség, tehát önmagában meglepő, és nyilván látva, hogy a két csapat hogyan kezdte a szezont különösen. Itt azért el kell mondani, hogy a szombathelyiek úgy döntöttek, hogy mivel hétvégén, és ezt a mérkőzést már közben az MTK ellen lejátszották, fontos bajnoki mérkőzésük lesz, ezért a hétközi kupa fordulóban az U20-as csapatukat küldték pályára a Dunai ellen. Végül is mondhatjuk, hogy jól kalkulált a szombathelyi együttes, hiszen az MTK-t legyőzték a bajnokságban. Tovább jutott a Neka, tovább jutott az Alba Fehérvár az Esztergom ellen. Azt hiszem, hogy erről a mérkőzésről fogunk egy nagyon picit talán többet beszélni. És volt egy sziget Miklós érd mérkőzés, ami döntetlennel zárult, de azért jutott tovább, mivel ők voltak idegenben. A negyedik forduló sorsolását azt majd december 22-én, bocsánat, 22-én fogják lejátszani a mérkőzéseket hivatalosan. Aztán látva, hogy ez a karácsonyhoz nagyon közel van, és az Európa bajnokság után közvetlenül így ezért nem vennék arra mérget, hogy minden találkozót le fognak akkor játszani. Hétfőn lesz majd a sorsolás, ez ugye a felvételünk az most vasárnap készül el, úgyhogy holnapi napon már tudni fogjuk a negyedik forduló párosítását. Itt a Fehérvár Esztergom mérkőzésről beszéljünk egy keveset, talán nem is magáról a meccsről, hanem ugye itt az Esztergom lehet szerintem inkább az érdekesebb téma, bár a Fehérváros egy pár gondolatot azért majd elmondunk. Ugye Elek nagyon jól kezdték a szezont, a bajnokságban hat mérkőzésből hatot nyertek, nyilván Hát növekedett az érdeklődés a klub iránt, ezt láttuk, hogy azért Elek Gábor is adott egy mélyebb interjút itt a Kézilabda Szövetségnek a, a, saját podcastjében, illetve volt azt hiszem vagy a Nemzeti sportom vagy az m sportom még egy külön, nyomtatott formátumú interjú is, vagy hát online nyomtatott már hogyha ilyen létezik. Viszont ez azt gondolom, hogy azt is magával hozta, hogy egyrészt azért az esztergomi csapat itt a válogatott szünet alatt egy picit talán realizálta, hogy milyen helyzetben is vannak a, a bajnokságban és mennyivel előrébb tartanak az eredmények alapján, mint ahol ők kalkulálhatták magukat és valószínűleg azért az ellenfelek is jobban fel tudtak most már készülni a Gábor együtteséből. Én azt gondolnám, hogy ezen tényezők összességéből jött ki az, hogy ez az Alba ez 31-27-re, tehát négy góllal legyőzte az Esztergom csapatát. Nem tudom, hogy a mérkőzésben magából te láttál-e bármennyit ebből a kupa találkozóból, de azt tudom, hogy az Esztergommal azért, azért sokat foglalkoztunk, követtük őket, és te is láttad néhány mérkőzésüket. Hogy látod az ő szezon kezdetüket, és, és milyen kihívásokat jelenthet mondjuk Elek Gábornak az, hogy most tartanak, ahol éppen tartanak ezzel a csapattal? Igazából ebből a mérkőzésből pont nem láttam egy másodpercet sem, viszont egyébként hamarosan találkoznak az mb 1 es bajnokságban is, és az, az, már nagyon érdekes lesz, hogy ehhez az eredményhez képest, amely igazából ha azt mondjuk, hogy ugye egy, egy NBA csapat megvet, egy másik NBA csapatot úgy, hogy az egyik az feljutó volt, akkor nem lehet azt mondani, hogy ez meglepetés lenne, ugyanakkor az, ez az Esztergom, ez, ez, ugye nagyon jól kezdte ezt a szezont, és még, és, és csak nem is úgy kezdte nagyon jól, mint egy feljutó csapat, mert mindig azt szoktuk mondani, hogy van két feljutó csapat, de ebből az Esztergom az egy olyan feljutó csapat, amelyek, amelyik nagyjából kicserélődött, és most már egy NBA 1-es minimum csapatnak gondolható szerintem, és hát itt a amit említett, az abszolút igaz, hogy azért Ugye nekünk is volt ilyen jóslásunk, így a szezon elején én megmondom őszintén a hatodik helyre tippeltem őket, úgy nagyjából. Nyilván késő gondjaik nem lesznek, de azt gondoltam, hogy azért a dobogóba való harcét még nem fognak beszállni. Nos, jelenleg úgy néz ki, hogy már pedig de, ugye, mert hiszen Debrecen ellen azt gondolom, hogy meglepetésre sikerült uh, győzelmet aratniuk, és a többi úgymond közé csapat és kisebb csapatok ellen is nagyon szorgalmasan gyűjtögették a pontjukat. Ugye most ez a, ez a Mond, igazából ez a Fehérvár elleni vereség igazából meglepetés volt abból a szempontból, hogy azért én azt gondolom, hogy ez az Esztragom talán erősebb, mint ez az, a, mint az alba -fehérvár. de mondom, ez inkább ez egy kupa mérkőzés volt, hogy a kupa mérkőzésnek mindig el szokták mondani, ezt a között, hogy saját, saját szabályai vannak nagyjából, úgyhogy ez, a, ez én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon érdekes lesz a hamarosan következő nb es párharcuk, abiből, amiből, már az sok minden levonható így az Esztagon kapcsán, és az Esztagon kapcsán ugye még egyszer beszélgetünk majd az nb es mérkőzésen, hogy a győrrel játszottak, ami, ami, azért abból a szempontból volt érdekes, ugye, hogy, hogy, hogy a, különbség volt, talán nem várható. De azt gondolom, ez az Esztergom, ez nagyon jó úton halad afelé, hogy, hogy igenis beleszön a, a, talán a dobogóért való harcba, de ha nem szól bele, és csak mondjuk ötödik, hatodikok lesznek, akkor is sincs ez semmi gond, hiszen ezt tudjuk jól, hogy ez egy hosszú távú projekt. Elegából is többször elmondta egyébként, hogy, hogy ők nem is gondoltak ennyi, ennyire szenzációs tartra, és mindig elmondjuk, és én is elmondom, hogy egyébként nagyon érdekes figyelni ezt az egész, egész jelenséget, úgymond, hiszen azért egy idős tapasztalt, rendkívül jó játékosok, ötvezete ez egy nagyon fiatal tehetségek által alkotott, alkotott kis alakulatnak, és, és ezt jó látni egyébként, hogy hogy, hogy, hogy alakul, meg milyennek a, mi a, mi a, kémiája, plusz hozzájön egy olyan edző, aki azért már sok mindent letett az asztalra, és, és hát azért az ő, az ő személy és azért garancia általában a sikerre, ezt, ezt szoktuk mondani, és hát az, hogy keményen dolgoznak, ez nyilván senkit nem lepett meg, de az, hogy ennyi, ennyire jól állnak szerintem így novemberben, azt, azt, kevesen gondolták volna, én legalábbis egészen biztosan nem. Jelenleg Gábor itt az említett MKS-es podcastben azt mondta, hogy az mb 1 es szezonjukat például úgy építették fel, hogy inkább a fizikai munkára fókuszáltak, és gyakorlatilag próbálták kondiból bedarálni a, másodosztály többi csapatát, és ugye most nyilván egy új valóságban helyezkednek el, azáltal, hogy erre a 2024-25-ös szezonra normálisan fel tudtak készülni, tudtak csinálni egy rendes NB1-es szintű alapozást, ugye az ő keretükből válogatott érdekeltsége senkinek nem volt, úgyhogy nyilván, amit mi is elmondtunk amúgy itt a szezon beharangozó podcastünkben még a Vig Martinnal, azt én azt gondolom, hogy érdemes visszaidézni, akkor nyilván ott a Bajnokok Ligája kontextusában említettük inkább ezt, hogy lesznek várhatóak, meglepő eredmények, olyan meccsek, ahol az esélyesebbnek tűnő csapatnak egész egyszerűen nem áll még össze annyira a játéka, hogy, hogy rutinból, erőből, tudásból legyőzzön egy gyengébb csapatot és egy gyengébb csapat meg mondjuk uh, tényleg kifog egy jobb napot és egy, egy jobb felkészülés, egy. egy annak következtében, hogy előrébb járnak a felkészülésben, tudják borítani a papírformát. Én azt gondolom, hogy az Esztergomnál azért ezt is láthattuk itt az első hat mérkőzés során. Most nyilván a kupában jött egy Fehérvár elleni vereség. Tudom, hogy Elek Gábor nem szeret kikapni, tehát nyilván ez részben nem igaz, amit mondani fogok, de talán valahol ő is azt gondolja, hogy nem baj, hogy nem kell még plusz egy, vagy két, vagy három meccset majd lejátszani az év során, mert ezt így akartam, is azért azt gondolom, hogy, elég terhelést fognak kapni ezek a fiatal játékosok. Bizony, ezt pont akartam én is mondani, hogy nyilván most ez rosszul esik, meg egyébként azt gondolom, hogy, hogy inkább a kupában kapjanak ki, vagy kapjanak egy pofon, mint mondjuk az NBA-s bajnoksában, azért nyilván fontosabb, fontosabbak a mérkőzések, úgymond, és az, hogy kaptak egy pofont, az inkább most jön létre, és hát igazából én azt mondom, hogy azért ez a mondjuk így lehet, hogy egy-kettő-három, nem tudjuk a nyilván nem vagyunk jós, jósok, nem tudjuk a, az eszakom lehetséges a hogyha tovább jutottak volna, de azért az egy 2 3 mondjuk így szabad nap azért jól fog jönni a felkészülés során, főleg amikor azért már a terülés miatt is, hogy a sérülése, betegségek jönnek, ugye szerintem, szerintem ez később folyamán, Mondjuk így, hogy nem, nem kifizetődő, mert azért ezt nem szabad elmondani, vagy nem szabad ezt mondani, de azért, azért nem lesz akkora gond ez, és mondom, szerintem így ez az egy-két pofon, amit most kaptak, mert ugye kettőtől kettőről is lehet be szerintem beszélni, és ezért szerintem gyorsan a realitás talajára ö, teszik azokat, akik esetleg már nem tudom mit vizionáltak, mert azért ez mégiscsak azért nem, nem egy győr fradi, ö, még, de nem vagy benne biztos, hogy hamarosan nem lesznek azok, az olyan szinten pár évben belül, de most még azért nagyon messze vannak ettől. És ezt láthattuk is, hiszen a Győrrel játszottak itt a hétvége során, Um, méghozzá a győriek voltak a pályaválasztók, tehát az Audi arénában került sor erre a mérkőzésre. 43-20-ra nyert a győri Audi Eto, az Esztergom ellen, 28-as fél idő után. Gyakorlatilag elhangzott ugye itt a mérkőzés közvetítésében többször is az, hogy tulajdonképpen minden Esztergomi óra kettő darab győri találat született, és ez azt hiszem, hogy nagyjából ott a 9-4-10-5 környékén kialakult nagyjából ez a matematikai képlet, tehát nem arról van szó, hogy volt mondjuk egy nagyon rossz 15 perces szakasza az estergomnak és úgy alakult ki ez a különbség, bár egy ekkora különbség talán 15 perc alatt nem is nagyon tud kialakulni. Végig folyamatosan 60 percen keresztül koncentráltan játszott a győr, én azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos elmondani, és ez egy fontos tényező volt ezen a mérkőzésen, nagyon meg akarták mutatni, nagyon fontos gyakorlásnak, felkészülésnek számított ez a győr számára és ez a találkozó nyilván az elején azért szerették volna inkább még a meglepetést elkerülni, aztán így alakult. Én azért azt gondolom, beszéltünk erről itt a belső csetünkben, hogy mind a ketten azon a véleményen vagyunk, hogy ennek a meccsnek az elején azért, azért Szakó bravúr védései nagyon kellettek ahhoz, hogy ne alakuljon legalább az első 10-15 perc valamivel szorosabban. Sokszor ajtóablak zicsert védett a, a győgy, francia hálóőre, ő 13 védéssel és 54 kal zárta le a szereplését ezen a, ezen a találkozón. Nem játszott rosszul a győr az elején sem, de én azt gondolom, hogy azért mondjuk 10.-12. percben, hogyha éppen döntetlen állt volna az eredményjelzőn, az sem mutatott volna egészen falsképet a mérkőzésről, nem tudom te hogyan láttad egész pontosan, illetve egész évben ezt a győr találkozót. Én megmondom észre, hogy hasonlóan, ugye már mondtad, hasonlóan láttam, mint te, viszont azt látom, hogy nagyon sokan viszont ez félreértelmezik szerintem ezt az eredményt, így a, az internet bugyraiban. Én azt látom, hogy rengeteg a, a kárőrvendő, mondjuk így ellenszulker, akik ugye vagy Ele Gáborra nem szimpatizálnak, vagy a projekte nem szimpatizálnak, vagy egyszerűen csak a Győrrel szimpatizálnak, vagy a Wolfradista játékosokkal nem szimpatizálnak, ugye ez mindig kérdéses. Viszont én azt gondolom, hogy ahogy mondtad, hogy ahhoz, hogy meglepetés jöjjön létre, mint mondjuk a Debrecen eszegom, az, az kell, hogy az egyik csapat fantasztikusan játszon, a másik pedig ne játszon fantasztikusan, vagy ne komolyan, és már csak késő kapcsoljon. És az a győr esetében ez az abszolút látszott, hogy nem szeretnék még egyszer egy ilyen moson meglepetésbe beleszaladni, és hát azért intőjelek voltak arra, hogy ezt az esztagomot komolyan kell venni. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy az első mérkőzés se lett volna mondjuk a, mind a két csapatnak, akkor egy hasonlóan nagy gólarányú vereség lett volna az Esztergomnak, de így, hogy most volt azért már mintájuk volt, tudtak videózni, rengeteg mérkőzést láttak már tőlük, így azért tudták, hogy ezt az Esztergomot nem szabad félváról venni, akkor is, hogyha nyilvánvalóan a keretük sokkal erősebb, és ez az eredményezéken az is kellett nyilvánvalóan, hogy a Győr az nem, hogy jó játszom, szerintem fantasztikus, játszott a Győr, nagyon komolyan vették ezt a mérkőzést, és annyival szerették volna megvenni ezt az Esztergomot, amit csak lehet. Egyébként ez a profi hozzáállás, én mindig elmondom. Viszont én azt gondolom egyébként, hogy, és lehet, hogy furcsaságot fogok mondani, hogy szerintem ez az Esztergom se, se játszott, rosszul, elegában biztosan vitatkozni ezzel, de, de lehet, egyszer lehetett látni, hogy ugye rengeteg helyzete volt, ugye most, meg, most gyorsan megnéztük, ugye 18 védése volt a győri kapusoknak. Így van. És ezen kívül volt egy csomó, amely kaput sem talált, és hát ami, ami főleg mutatja számomra, hogy ez a csapat most kicsit elizgulta, hogy olyan, tehát olyan szituációban léptek vonalra, amiben szerintem utoljára talán serdülő korúba léptek vonalra ezek a játékosok, és én azt gondolom, hogy ebből, a, ebből fakadóan, az ugye, most már azt, mondja, hogy nagy a várakozás az eszagomat szemben, de ez, ez nagyon fontos lenne, azért azt, az a tisztázniuk magukat is, a maguknak a játékosoknak is, hogy ez, 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 így, hogy ennyire jól állnak, és ennyire elő lesznek, vagy legalábbis uh, fókuszban lesznek a következő években, ezt azért mentálisan is el kell fogadni, és mentálisan is fel kell készülni, aki erre nem lesz képes, az valószínűleg új csapatot kell keresni, ebben egészen biztos vagyok, hiszen, hiszen az, hogy most izgulnak, ez egy teljesen más dolog, hiszen tavaly egy ebbe egy B-ben voltak, a legtöbb győri játékos nyilván csak tévéből láthatták, és hát most hozok egy focis példát, csomószor szóval van egyébként olyan, hogy egy, mondjuk a Real Madrid játszik egy kis csapattal, és a, a kis csapat nagyjából öt ziccelt kihagy, átmegy a Real Madrid egyszer-kétszer egyszer, a tévfelé, rúg két gólt, és aztán hazaküldik az ellenfelet, de most hasonlót, hasonlót éreztem, hogy megvoltak a helyzetek, szerintem, a Győrnek vagy a... Nyilván, nyilván, most, a, most lehet vitatkozni, hogy ezek a milyen minőségű helyzetek voltak, de azért legtöbbször szélről, beállóból, átlövésből, tehát igazából hasonló zicserek vagy lehetőségek alakultak ki, mint az összes többi mérkőzésen, de mégis úgy látszott, hogy ez a csapat most kicsit izgul, legalábbis én ezt, ezt veszem észre, és teljesen rendben van ez szerintem, hogy izgul. Az, az, idős játékosok van volna biztos van még bizonyítani, hogy, ő, ő, ő mindig nagyon jók, At, annak ellenére, hogy szerintem nem kell már semmi bizonyítaniuk, és hát a fiatal játékosok van volna bizonyítani, hogy igenis ebben a csapatban helyük van, és ebben a, ezen a szinten is helyük van, és ebben jött egy olyan görcsös, görcsösnek, én legalábbis görcsösnek gondolom, gondolnám ezt egy olyan, egy olyan, akarás, ami, ami ezeket a hibákat, mondom, kétszer vagy háromszor léptek vonalra, szerintem, ilyen, ilyen, szerintem az összes többi mérkőzésen összesen nem léptek ennyiszer vonalra. Szakó elképesztő volt az elején, pedig Elek Gábor lehetett látni rajta, lehet látni a kommunikáció, hogy elmagyarázta, hogy hova kell neki lőni. És fölfelé, fölfelé. Így van, így van, Mutatta nekik is. És, 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 ez az, amikor, amikor hiába készített fel egy jó a csapatodat, mert én azt, azt a egész, hogy biztos hogy nagyon alaposan kielemezte a győrt, és alaposan felkészített a csapatot, de ilyenkor az van, hogy azért elizgulja játékos, ott van előtte, akkor mégsem jut eszébe az, és, és, ez, és ez nem csak most láttunk ilyen, egyébként ez, ez teljesen természetes az élsportban, teljesen természetes, hogy a, úgy mondom, nagy játszik a kicsivel. Szóval én azt gondolom egyébként, hogy elegában mondom, biztosan nem ért ezzel egyet, de ez a 23 gólos vereség, ez, ez, mondom, ez minden össze kellett jönni ahhoz, hogy, hogy ez kialakuljon, és én, én megmondom őszintén, ezt nem tartom akkor a akkor a kudarcnak, vagy akkor a, nem is tudom, égésnek, vagy nem tudom, elegából, hogy, 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 hogy fogalmazott, hogy csalódott. Nyilván csalódott, persze, hogy csalódott, de most igazából, hogyha 12-vel kapnak ki, akkor, akkor se történt van semmi. Én azt gondolom pontosan így a kupa meccset követően is, hogy ez, a, ez egy másik, másik, féle pofon volt, ami nagyon jött ennek a csapatnak szerintem, és ha te ebből tanulnak, és, és ugye a mentális felkészítés terén is előrébb lépnek, akkor én azt gondolom már, hogy a Fradi ellen is már egy más mérkőzést tudnak játszani, ahol szintén nem esélyesek, hiszen ugye kedden, kedden érkezik a következő még mindig kellett jelenti, hogy csúcsmérkőzésük, és aztán a hazai a hazai győrrelni mérkőzésen, szerintem azért egy más mérkőzés. Akkor is, hogy nem lesz esélyük, de a játékép alapján, hát itt azért szerintem így a... a ezen gondolkodtam egyébként pont, hogy miért nincs XG nagyjából a kézlabdázásban, mert szerintem kimutató lett volna, hogy sok különbség, de állítom, hogy nem volt, nem volt, nem volt ezek között. De mégis a győrnyed 23 góllal, és hát mondom, teljesen megérdemetlen és maga biztosan, úgyhogy mindenki játszott tényleg itt azért olyan játékosokat is láthatunk, akiket én nem nagyon láttam még, hiszen ugye elhangzott, hogy volt, aki NBA egy B-s mérkőzésről érkezett, és, és aztán volt védett lövése, úgyhogy, úgyhogy ez teljesen, teljesen rendben volt a, 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 győr részéről is, úgyhogy én meg azt gondolom, hogy ezt, ezt egyszerűen ki kell pipálniuk. A győr ellen idegenben én azt gondolom, hogy még a Fradi sem megy biztosra, sőt a Fradi sem megy győzelmi esélyen, és a világon talán hát nem, nem tudom mondani ne olyan csapatot, amelyek újban, úgy lép föl a győrben, hogy na hát mi biztosan nyerünk. Úgyhogy szerintem ezzel nincs gond, hogy tovább kell dolgozniuk, és, ezt, és ebből kell tanulniuk igazán, hogy ezt a pszichés állapotot, amit egy ilyen jellegű mérkőzés okoz, azt, azt jobban tudják kezelni, és aztán, aztán ebből lehet lépni, szerintem. Én nekem egy dolog van, amit még, amit még nem mondtál, és egy picit alátámasztja azt, amit viszont elmondtál, a, az Elek Gábor nem kért időt az első fél időben, ha jól figyeltem. Már pedig ott azért, ott azért már elég komolyan nyílt az olló, ugye 28 volt a fél idő, ezt talán mondtam is itt az eredménynél, Engem meglepett, mert én azt gondoltam, hogy el fog jönni az a pillanat, amikor ő úgy érzi, hogy egy kicsit le kell torkolni a játékosokat, vagy nagyon. Mert hogy ő is izgult. Em, nem, nem én azt gondolom, nekem az lenne az elméletem, hogy ő valószínűleg sejtette azt, hogy lehet a mérkőzésnek egy ilyen lefolyása. A meccselőtti nyilatkozatában azt hiszem tett is erre vonatkozóan említést, hogy lehet, hogy nagy arányú erességbe szaladnak bele, és akkor az nem lesz jó, valami ilyesmi hangzott el tőle szinte szó szerint. Én azt gondolom, hogy ő ezt egy, egy adott ponton felmért, hogy ez most az a nap, amikor valószínűleg ő ebben nem tud érdemben belenyúlni, és, és hogy most 15 vagy 22, az meg már majd, hogy nem mindegy. És lehet, hogy ő hagyta egy kicsit a játékosait nem szenvedni, hanem tanulni a pályán. Igen, a Megpróbálják ők maguk éget, megoldani. Igen, igen. igen. Ez egy tudatos dolog volt szerintem. Én nem meg vagyok nem... erről győződve. Tehát cserélni cserélt, azt láttam, hogy elég aktívan, csinálta a rotációt, felment mindenki. Mindenkinek megmutatta azt, hogy na, tessék, akkor menjél föl a pályára ilyen az, amikor a győr játszol. Ezek azok az ütközések, ez az a lábmunka, ez az a sebesség. Így rendeződnek vissza, ekkor átlőnek, így blokkolnak le, és azért ennek voltak úgymond áldozatai, akik, akik, szerintem most a saját bőrükön tapasztalták meg, hogy milyen a BL-nek a top színvonala, de valószínűleg az Esztergomi csapatnak, ennek a fiatal összetételű csapatnak, vagy ennek a csapatnak a fiatal magjának, valószínűleg ez az egyedül és a legjobb lehetősége arra, hogy, hogy igazából tanuljon, ahogy te is kiemelted, és a valódi próba, én is azt gondolom, hogy már a Ferencváros ellen egy ennél nagyobb ellenállást kell majd mutatni az Esztergomnak, de valószínűleg az igazi próba az majd a tavaszi mérkőzéseken jön el, és nem is biztos, ahogy te is mondtad, nem is biztos, hogy a győr a Fradi ellen, sőt valószínűleg nem is a Debrecen ellen, de mondjuk meg kell oldani a következő meccset a Fehérvár ellen, mert, mert abból is lesz még kettő a bajnokságban, úgyhogy, úgyhogy én azt hiszem, hogy inkább, inkább ebbe az irányba megy az Esztergom. Azt azért lehet látni, kezd kialakulni, szerintem nagyon szépen a, az Esztergomon belül is úgymond egy hierarchia, hogy kik a húzó játékosok, ez akár a, a kupamérkőzésből is következik, akár a, a győr elleni találkozóból is. Az látszik, hogy Herceg Lili eddigi teljesítménye az nagyon jó volt. Most Tóth Nikolett 31 kal védett, ami szerintem 43 kapott gólnál egy kifejezetten jó teljesítmény, és voltak szép védései. És hát nyilván itt azért a Faragó a Kisfaludi Ballai Borbála, szerintem őket lehet kiemelni, és ugye Kovács Hát nem nyújtott jó teljesítmény, de majd a válogatott keretnél szerintem lehet, hogy az ő neve is elő fog majd kerülni valamilyen kontextusban. De én azt mondanám, hogy gyorsan még nézzünk rá egy-két eredménye itt a bajnokságból, ami talán érdekesebb, és zárjuk ezt a Győr Esztergom részét a történetnek. Ugye volt egy Fehérvár-Debrecen mérkőzés, csak ha már itt a Fehérvárról ennyi szó esett ebben az adásban talán nem is baj, ők kevésbé vannak előtérben, úgyhogy ha van a lehetőség, akkor beszéljünk szerintem róluk is mindenképp. Fehérvárt um, Fehérvár Debrecen 27 32, tehát nyert a Loki 5 -tel. Én ebből a mérkőzésből cirka 40 percet láttam, és azt tudom elmondani, hogy az első félidőben azért a, az Alba nagyon szépen tartotta magát a Debrecennel szemben abszolút méltó partnerei, ellenfelei voltak a, a tavaly még BL-ben játszó Lokinak. Ugye itt egy góllal vezetett a, a, vendég Debrecen a félidőben, és aztán gyakorlatilag a második félidő elején volt egy ilyen 10-12 perces, hát majd, hogy nem gólcsendje a Fehérvárnak, ott azt hiszem ők kétszer találtak be, a, a Debrecen pedig talán 7-szer vagy 8-szor ott nagyon, nagyon elindult a Lokinak a, a, játék, a Gabriel nagyon jól védett, az első fél időben Rüdének nem igazán ment a kapuban, Szerszien Ugolán játszott nagyon jól, ő 8 gólt szerzett, és hát gyakorlatilag amúgy a Debrecen egy jó csapat teljesítménye, de, de nem egy nagyon kiemelkedő játékkal verte meg ezt a Fehérvárt, ahol azért el lehet mondani, hogy Susanna Lazovics keze alatt egy, Hát nem egy, nem egy kellemes ellenfél ez a Fehérvár senki számára. Én azt láttam, hogy azért a, a montenegrói mentalitást azt azért az edzőtől átvették, elég komolyan beleállnak a védekezésbe. Jó tempót tudnak diktálni, fizikai, fizikális játékot játszanak, úgyhogy egy kellemetlen ellenfél ez a Fehérvár, és, és szerintem ők még meg fogják azért itt kavarni a dolgokat, és az alapján, amit a Loki ellen én láttam személy szerint, nem tartom meglepetésnek azt, hogy ők az Esztergomot kiütötték a kupából. Üm, kupa témakörben egy kupa csapatunk, egy európai kupa csapatunk, a Vác 32-33-ra kikapott a Békés Csabától. Én megmondom őszintén, próbáltam videót fellelni, vagy felkutatni erről a mérkőzésről az interneten, nem találtam sajnos. Üm, hát azért ez mindenképpen meglepetés. És ugye tudjuk, hogy a Vác Európa-liga selejtezőt fog játszani majd a Türinger ellen a főtáblára jutásért, úgyhogy ezek nem éppen a, a legjobb előjelek ezzel kapcsolatban. Ümm, nem igazán tudom, hogy azon kívül, amit már sokszor elmondtunk, itt ugye a statisztikákból az látszik, hogy csíkos Luca dobott 6 gólt megint, Affentaler sára 5 és hát. Ümm, sajnos a visszatérő téma, hogy Háfró émi, hogyan teljesített a vázban, hát nagyon sok jó hírrel nem tudunk szolgálni, mert a hivatalos statisztika szerint körülbelül 16 perc alatt eladott labda került be mindösszesen a neve mellé. Ümm, nem tudom, hogy ezzel a Vác Türingerrel kapcsolatban neked milyen gondolataid vannak itt az Európa Liga terén, hogy látod az esélyeket? Most így, így nagyjából nem, 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 nem tudom megtippelni, ugye itt az Vác azért azért ahol nagyon komoly ö, olyan munka folyik, amely ugye talán, talán nem is tudom, hogy mint, mint az ajax egy kicsit, hogy ugye felkészíti a focistákat egy magasabb szintre való sportágra, vagy sportra nagyjából. Itt, itt, is, itt is azt látom, hogy sokan olyan, olyan szinte ugródeszkaként tekintenek a válca. De hát ez, hogy a Békés Csaba idegenben meg tud őket venni, számomra abszolút a fordul egyik meglepetése volt, hiszen már a Békés Csaba is nagyon jó arcát mutatja most már azért idén, tehát azért ők is okoznak azért elég kellemes meglepetéseket, és nagyon közel vannak néha a meglepetésekhez, De hát ezt, hogy idegenben elkapják a válcot, akik tényleg Európa liga készülnek, lehet, hogy itt is jól jön az a pofon, az a bizonyos pofon. Meghát ugye akkor el lelke megint. Csak az én verzió, vagy az én, hogy is mondtam, azt Martin hozhatem mondani, a süvege, hogy süvege, hogy hát vajon kell -e az Európa Liga egyébként egy-egy. <coughs> Vácnak. Ez egy nagyon érdekes kérdés számomra, ezt így hangosan gondolkodva, de azt gondolom egyébként, hogy a Türinger nem egy megoldhatatlan feladat egy Vácznak, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy a magyar csapat azért tovább jut. Ugye itt nem olyan régen volt lehetőségem Szabó beszélni, aki a Türingerbe igazolt idén nyáron, ugye Kucsora Csenged, és Szabó Anna révén két magyar játékosa is van a, a német együttesnek, ha, ha már a Vácnak itt a kupára való rákanyarodásáról ennyit beszéltünk, akkor azt mondjuk el, hogy a Türinger két viszonylag fontos mérkőzés, megnyerte a német bajnokságban, nyertek a Buxtehuder ellen három góllal, itt ugye az interjúban az Anna elmondta, hogy itt körülbelül egy 600 kilométeres buszozás után kellett lejátszani ezt a mérkőzést, tehát itt mondjuk úgy, hogy ez egy fizikai megpróbáltatás volt a klub számára, és az Oldenburg ellen egy 10 győzelmet arattak, ami számukra azért volt nagyon fontos, mert az Oldenburg meglepően jól kezdte a bajnokságot, és tulajdonképpen közvetlen riválisának tekinthető a Türingernek, úgyhogy két meglehetősen fontos győzelemmel érkezik a Türinger majd itt a Vácz elleni páros mérkőzésekre. Nem feltétlenül mondanám azt, hogy jók az előjelek a Vácz számára, de természetesen majd az eredményről és a játékról, a mérkőzésekről be fogunk számolni. Um, én azt mondanám, hogy um, az időre így áttekintve kanyarodjunk rá a válogatott témákra, és egy kicsit így a, hát ha nem is bulvár téma, de azért szerintem már-már azt súrolja szakmailag, hogy a, az EHF kiadott egy erős sorrendet itt az Európa bajnokság előtt, és azt hiszem, hogy két helyen is egy picit úgy felvontuk a szemöldükünket. Az elsőnél meg azt mondtuk, hogy jó, jó, óvatosan, de, de elfogadjuk és köszönjük. A másik, az a második meglepetés azért az, az, azt hiszem, hogy egy kicsit keményen betütött. Ugye az EHF erős sorrendje szerint Norvégia, Franciaország, Dánia az első három, ezzel azt gondolom, hogy nehéz vitatkozni, nyilván némi személyes preferencia, hogy most a norvégok vagy a franciák vannak előbb, de tulajdonképpen tök mindegy. A svédek negyedik helyén sem nagyon lehet az alapján vitatkozni az elmúlt nem tudom hány tornán gyakorlatilag folyamatosan. Ők voltak a negyedikek. Beraktak minket az ötödik helyre, Hollandia elé, amit hát egyrészt köszönjük szépen, másrészt azért majd megnézzük, hogy mennyire tartjuk megalapozottnak. A hetedik helyen vannak a németek. És hát nem tudom, hogy Kovács Kálmánt közben leszerződtette az EHF-nek a social media stábja, de Svájc került a nyolcadik helyre, ezt hogyan tudnád értékelni? Hát a Kovács Kálmán szerintem ő az első helyre volna a Svájcot. Egyértelmű. <laughs> a nincs. Én azt gondolom egyébként, hogy a, hogy a Magyarország ötödik helye igazából reál, reális is lehet akár, tehát azt tényleg úgy mondjuk bele, hogy, hogy hát igazából játszunk egy olimpiát, nem sok kellett ahhoz, hogy meglepetést okozzunk, ugye. Én azt gondolom, hogy az ötödik hely akár mondom, reális lehetne, igazából az, a, az legnagyobb hogy gondolom, hogy az utóbbi, hát most te, biztos kiavítasz, mondjuk tíz évben talán csak az olimpián nyújtottunk jó eredményeket, vagy hoztunk jó, olyan eredményeket, amelyek kicsit, kicsit elfogadhatóbbak. hogy itt azért a v Európa Bajnokságon, világbajnokságon itt azért, két, szemegyő, két voltak a helyezéseink, és az olimpián sikerült mindig a legjobb nyolc körül menni. Ott ugye nyilván egy teljesen más a kupa szisztéma mondjuk, tehát uh, igazából nem tovább jutni szinte azért bravul bravúr kell hozzá. És azt mondom, hogy a, Holland, német, hát igen, itt, 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 itt megint lehet vilatkozni, szerintem, hogyha mi vagyunk a hetedikek és a németek az ötödikek, akkor ugyanúgy el, előkerül ott esetleg egy diskurzus, de én azt gondolom, hogy, hogy a, mondjuk így az ötödik, hetedik helyen azért szerintem ott, ott, szerintem ott magyar válogatott, amely remélhetőleg azért be fogja bizonyítani, hogy ez, ez a sorrend, ez nagyon jó. És hát a Svájc, hát nem tudom, hogy valamit, valamit elírtak, vagy, vagy Megnézem a dátumot. Vagy ők tudnak valamit? Lehet. Megnézem a, meg a dátumot. Hát igen, vagy az, van, hogy április 1-ére akarták ezt időzíteni, ezt a posztot, de nem jött össze. Vagy az van, hogy ők már látták, hogy Svájc kiket honosít így a következő egy hónapban. <laughs> Nagy, nagyjából. Szóval, szóval ez a nyolcadik hely. Nagyon szimpatikus a svájci csapat. Én, a ugye van egy. Kézlabedzi oldalam, ott, ott azért a svájci kézlabdázást jobban figyelem, és és lehet látni, mondjuk az Albertsen, ugye onnan jött, és ott dolgozik. Most, ha jól tudom, ismételte legalábbis a feltöltött videóiból azt látom, szóval azért ö, alakul a svájci kézlabdázás, szóval ö, azért nem azt mondom, hogy teljesen, tehát nem hátrafél kézlabdáznak, de azért ez az a nyolcig hely azért ez egy igen, igen merész, ö, nagyon merész <laughs> jövendülés. Úgyhogy, ö, ha nyolcig lesznek, akkor én magam írok egy. egy egy, e-mailt egy, egy, egy e mondjuk az EHF-nek, hogy hát bravo, bravo, és akkor elkérdőjük a számokat, de ez a, mondom, ez a nyolcadik hely, ez, ez, azért ez azért van szerintem nagyjából így, így most ránézésre, így, így mint a ismételten Damsics Bence keze munkája, amit rengeteg segítséget kapunk, itt szóval azért van legalább mondjuk hat csapat, amely szerintem a nyolcig helyre inkább oda való, mint ez a svájci csapat, de hát meglátjuk. Mert ugye az szokott lenni, ilyenkor, hát nyilván ez mindegyik ilyen lista azért kicsit szubjektív, de azért ha azt nézzük, az, az első négy az szerintem teljesen realisztikus, és az öt hét között pedig szerintem ide-oda lehet tolgatni a csapatokat, én Igen. örülök, Magyarországon ötödik, ez nem szeretném, hogyha bármiféle teher lenne a, a, lányoknak, nem is hiszem, hogy lesz, de hát mondom, ez a, az a nyolcadik, ez, ez mondom, szerintem valamit elírtak ott, vagy lehet, hogy a spanyolokat akarták, de az is, az is erős, szóval, szóval, nem tudom, tényleg, tényleg meglepetés számomra ez a, ez a fajta erős sorrend, de hát igazából belegondolsz igazából, hogy 8-ból 7 hetet eltaláltak, úgy nagyjából az már a valami, úgyhogy Ugye nagyjából egy hónap múlva kiderül, hogy kinek nézve. lett igaza, tehát azért most már itt november elején vagyunk, ugye december 13-14-15 lesz majd az elődöntők-döntők hétvégéje, úgyhogy, úgyhogy mondom, egy 40 napon belül kinek volt, kiderül, kinek volt igaza. Hogyha egy picit a magyar válogatottnak a sorsolására és a keretére rákanyarodunk, ugye azt látjuk, hogy az a csoportba kerültünk, Észak-Macedónia, Törökország és Svédország lesz a csoportbeli ellenfelünk. A B és a C csoporttal alkotunk egy ágat, hiszen ugye most 24 csapatos Európa-bajnokságot rendeznek, így már azt hiszem másodszor, hogyha az emlékeim nem csalnak. Ez azt jelenti, hogy hat csoport van, három-három csoport alkot egy-egy ágat. A középkörbe majd hat csapat megy be, ugye mind a három csoportból kettő 2 tehát az A, B és C csoportból megy két továbbjutó. Én azt gondolom, hogy azt kijelenthetjük, hogy Észak-Macedóniát és Törökországot nekünk mindenképp le kell győznünk, a svédek ellen játszunk egy valószínűleg amúgy nagyon fontos mérkőzést, nem csak az A csoport első helye szempontjából, hanem akár a torna későbbi szakaszainban is ez, a, ez az egymás elleni találkozó, ez kulcsfontosságú lehet, hiszen a B csoportból a Montenegró, Románia, Szerbia, Csehország négyesből érkezik majd két csapat, ez egy nagyon kiegyensúlyozott Ám igazán erős csapatot nem tartalmazó négyesnek tűnik első ránézésre. Ellenben a C csoportból, Franciaország, Spanyolország, Mennyelország, Portugália négyeséből, azért azt gondolom kijelentett, hogy nagy meglepetés lenne, hogyha nem a franciák érkeznének, és valószínűleg amúgy a spanyolok. És hát azért a franciák ellen közvetlenül megmérethettük most magunkat, ugye egy győzelem és egy vereség ezen a páros mérkőzésen, amit lejátszottunk a franciák ellen. Én azt gondolom, hogy a francia svéd, magyar hármas lesz remélhetőleg az, amelyik megy majd a két további helyért ebből a hatos csoportból, ami a középdöntőkör lesz, és akkor ők jutnának, ebből. ez a két csapat jut be ugye a négy közé, a harmadik helyezettek pedig a két ág, két középdöntő harmadik helyezetjei meg majd játszanak az ötödik helyért, a többi helyezésért nem lesz helyosztó mérkőzés. Úgyhogy nagyjából ez így a, az ágrajzunk, nem tudom, bármivel nem értesz egyet abból, amit elmondtam, szerintem talán így. Pont így szerezgettem így a, 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 csoport ellenfeleket, illetve a lehetséges csoport itt, 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 talán egyértelműen kijelenthető, hogy ez a svédek elleni mérkőzés ez Normális esetben ebben az mindent eldöntő mérkőzés, mert a franciákkal azt gondolom, hogy, hogy világversenyen lehet meglepetést okozni, de nem mi vagyunk, a, nem mi vagyunk a, a, az esélyesei ennek, és hát ugye a mi csoportunkban egyértelműen tovább kell menni, ha csoport megyünk tovább a mi csoportunkból, akkor szerintem az első két helynek már meg kell lennie, azt gondolom, hogy a franciák és mi, viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy itt azért most, most van még november, ugye van még 30 nap, ha jól sejtem, és hát november 3 a van, a jól sejtem, ma. szóval 27 nap van még a kezdésig, és hát addig nem történik a óriási, tehát itt azért vannak kulcsjátékosaink, akik szerintem, a megsérülnek, akkor azért gondban vagyunk, de ha minden a tervszerűen megy, és miért nem menne, mondjuk így, akkor azért szerintem itt a három, csoport, tehát három komoly csapatból le kell megelőzni egyet, és akkor így ott van. a nagyon jó helyen, és ez szerintem realisztikusan és, és mindenféle tekintetben is meg lehet, és akkor itt azt kell mondjuk, hogy hát akkor nem is értem, mit keres itt az EHF-nek a, a sorrendje, hiszen negyedikek is vagyunk, úgyhogy, de én azt gondolom, hogyha csak harmadikok vagyunk, és esetleg az ötödik helyen játszunk, szerintem az is teljesen rendben van, itt azt gondolom, hogy a tendencia fontos, és a tendencia talán azt mutatja, hogy mindig az olimpián kicsit fellendülünk, meg kicsit optimistábbak vagyunk, hogy hát hú, hát mi nagyon közel volt, meg stb. Szóval ott, ott azok mindig kicsit bizakodás adnak okot, és ha miért ne lehetne esetleg akkor esetleg egy kiugró eredményt is, azért rengeteg játékos most van a legjobb korában, vannak fiatal tehetségeink, ahogy szoktuk mondani, jó kapusunk, jó kapusaink, igazából majdnem mindenünk van, úgyhogy, úgyhogy hajrá! Na, hát ez uh, akár jó végszó is lehetne, de azért én szeretném, hogy egy pár gondolatot azért így elsősünk magáról a keretről is. De ez most nem igen. <laughs> hiszen ugye hétfőn uh, kikerült a 35 fős keret, ugye ez azért még egy nagyon-nagyon bő keret, ez azt jelenti, hogy így gyakorlatilag minden pozícióra, minden posztra öt játékos van bent. Um, én nem biztos, hogy felolvasnám mind a 35 nevet, talán nem is ez a lényeg, bár nem akarok senkivel sem tiszteletlen lenni. Kapuban azt hiszem, hogy érdemes rögtön gyorsan azért tartanunk egy, egy pici szünetet. Egyrészt azért, mert itt is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy Szikora Merindával készült beszélgetésünket egy kicsit szemérmetlenül promótáljam, aki esetleg még nem hallgatta meg, annak tényleg nagyon tudom ajánlani, mert Merind nagyon jó gondolatokat fogalmazott meg arról, hogy ő most éppen hol tart a karrierjében például. Másrészt pedig azt is látni kell, hogy azért kapuban, bár azt mondhatod, hogy vannak jó kapusaink, és én ezt nem is vitatom, azért van egy olyan fejtörés most a, a kapitány számára, amire talán nem számított az évelején, nevezetesen az, hogy tulajdonképpen, ha végignézzünk ezen az ötös listán, így gyakorlatilag csak Szikora Melinda tekinthető első számú kapusnak a saját klubjában, már pedig azért a meccs rutin egyáltalán nem jön rosszul, főleg egy kapusnak. Hogy látod itt a helyzetet? Hú, bizony, egyébként mondtam, hogy vannak jó kapusunk, és hát igazából tényleg öt jó kapusunk van itt ebben, is még, a, még kívül és azért szerencsére nem állunk rosszul szerintem. Itt ugye egy fontos kérdés volt itt évelején, ugye, sőt, igazából nem biztos lehet belőle beszélni, de ugye a Bödebíró Blanka, hogy ugye elméletileg a Baba projekten volt hivatalos, és ezért is van ugye három olyan kapusa most a Fradinak, ami egyébként mindig elmondom, szerintem luxus, mert három nagyon jó világklasszis kapusa van, szerintem kijelenthető. Viszont ha ő most már ugye most éppen mondjuk így, hogy babátlan. Ott, úgy, ott lesz az ebén, szerintem ez kijelenthetjük, akkor, akkor ő, az ő neve ott van az ebén, az ebén utazók között, egészen fixem. Viszont ugye a ha figyelembe vetszük, akkor tényleg azon, hogy igazából Szikormenda az azért, aki úgy véd, legalábbis ő rengeteget véd, és első számú, és hát ugye láttuk például a személy Zsófit, aki egyébként a franciák ellen fantasztikusan, fantasztikusan védett, és hát ugye nyilván van bele egyfajta dac, mert ugye az ő, az ő helyzetese annyira egyszerű, hiszen hoztak még egy szintén világkázós kapust oda, úgyhogy itt az öt, az öt kapus igazából azt gondolom, hogy én azt gondolom, talán Bukowski Anna mondjuk így menetele lenne számomra egy kicsit meglepetés, de a, de a többiek közül, a négy közül szerintem bárki megy, nincs nagy meglepetés, és szerintem én azt gondolom, hogy hova inkább ragaszkodik azokhoz a játékosokhoz, akik már az olimpián is volt, és akikkel már korábban is többet dolgozott, és abban, és abban, abban tudjuk, hogy ki az a kettő-három, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt sem lesz óriási meglepetés, legalábbis így gondolom. Igen, én azt hiszem, hogy ezt a mondatodat, ezt már többször elmondtuk ebben az adásban, és gyakorlatilag már az olimpia előtt is elhangzott, hogy a kerethirdetéseknél a, a legfőbb vezérel Vova számára valószínűleg az állandóság lesz minden poszton, és szerintem abban sincs semmilyen nómum, hogyha kijelentjük, hogy, hogy, ez különösen a kapus poszton tényleg kiemelt fontosságú ennek a képviselete. Um, ami talán érdekesebb egy-két ilyen, ilyen apróságot, hogyha kiemelünk a keretből, ugye jobb szélen azt az öt játékost találjuk ott, akik az elmúlt két évben egyáltalán a válogatottban szóba kerültek, visszakerült Kovácsanető, ugye most az Esztergom játékosa. Azt hiszem, hogy nem lenne feltétlenül elegáns az elmúlt két mérkőzésen nyújtott teljesítményét most ide citálni. Azok alapján, vagy azok után, hogy hétfőn megtörtént a kerethirdetés, szerdán játszott egy nem annyira jó mérkőzést az Esztergom színeiben, a Fehérvárlánál, a kupában, és hát a győrelem sem villogott. De nyilván láttuk, hogy az előtte játszott fordulókban azért ő egy nagyon fontos tényező volt abban, hogy az Esztergom hat bajnoki mérkőzést meg tudott nyerni. Jobb átlövő poszton tűnik fel Háfra Noémi neve, ami azt hiszem, hogy azért, azért egy, egy szintén ilyen szemöldök felhúzós, homlokráncolós ö, téma, nem tudom, ugye volt egy adásunk, amit külön a háfranoémi helyzetének szenteltünk, amikor Vászra igazolt, te abban nem vettél részt, nem tudom, hogy háfranoémi kapcsán, Vácba igazolása kapcsán, az egész pályafutása helyzete kapcsán, az, a, az, alapján vagy azzal kapcsolatban, hogy jobb átlövőként nevezték most ebbe a keretbe, bármit szeretnél mondani Háfra Noémiről. Szeretnék igazából, mert egy kicsit sajnálom, hogy az adásban nem vettem részt egyébként. Ezt, hát még mi hogy sajnáltuk, de így is milyen jó. Azt, akartam elmondani, hogy pont, hogy egyébként nem, nem szerepeltem, és mindjárt 5200 megtekintés körül jár, hogy most néztem meg, szóval az a leghallgatottabb adás, egyébként nagyon, nagyon, tényleg nagyon jó gondolatokat osztottatok meg. Én mondjuk jobbakat tudtam volna, de most ez lényegtelen. Nem, abban, amiket elmondhatok, abszolút teljes mértékben száz évvel egyetértünk, hiszen a kis csetünkben is mindig beszélünk, előjön ez a téma. És az, hát nehéz téma, szóval én azt gondolom, hogy ha Albek ott, ott, van ebben a keretben, akkor Háfa is igazából ott lehet ebben a 30 ös keretben. Ez a 30 es keret azért ebből, szerintem még nem mondtuk el, de azért 20 kézabdázó, aki, aki ugye részt vesz majd ezen az Európa-bajnokságon, és ugye 16 játékos lehet azt hiszem a, egy mérkőzésre nevezni. Szóval igazából ennek több mint a fele nem lesz ott egy magyar válogatott keretben. És ha azt nézzük, hogy ki lehetne még jobb átlövő, balkezes, jobb átlövő, akkor talán az Afentale neve mondhatjuk még esetleg, nem tudom, neked van-e még valami neved, hogy ő esetleg jobban megérdemelte van. Én azt gondolom, ez valami előre hozott, vagy előre megadott bizalomnak a jele, szerintem Háfronóimnak, akiről beszélgetünk sokszor, hogy, hogy azért mentálisan ő nagyon nagy szükség van ezekre a pozitív ö, megerősítésekre, és lehetséges, hogy ez, egy, ez, ez az ő személyiségének irányított megerősítésre, vagy, vagy valami hasonló lehet, mert, mert igazából, hogyha őszinték vagyunk, akkor őszintén nem fér bele ebbe a magyar vállalatot most 35 fős keretébe, és hát ugye, a, ha ez a kontinens viadal mondjuk jövőre van, akkor azt mondjuk, hogy tehát rengeteg, rengeteg, idő van még, stb., de most azért 27 nak múlva kezdődik, és hát a, a hivatalos kerethirdetés, megmondom őszintén, nem tudom pontosan mikor van, de 18-től kezdődik a felkészítés, jövete már azért itt majd szerintem van két felkészülési mérkőzés, és hát, és hát azt gondolom, hogy mondom, így nagyon rövid az idő az alapján, ahogy most hazaigazolt, és még ott sem sokat játszott, úgyhogy ha azt mondjuk, hogy az állandóság az, ami, ami, ami mérvadó, akkor itt még csak az sem, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy látott ez, mert ugye Háfra ezért nem volt ott uh, rengeteg keretben mostanában, és most mégis ott van a neve, mondom, ez valószínűleg egy megelőkező piazó bizalom, egy olyasmi, amivel egy olyan kredit esetleg Háfra Némi amit be nem kell beváltani, hiszen, hiszen 35 főből azért itt nagyon sokan nem lesznek ott, uh, nagyjából szerintem 90%-kal meg tudjuk mondani, hogy ki lesz ott, és ki nem lesz ott, ő nem lesz szerintem ott, aztán majd meglátjuk. irányító poszton, hogyha tovább megyünk itt a, a keretben, feltűnik Pődő a neve a Szombathelyből, ugye egy másik újonc csapatból. a nagyon jó teljesítmény nyújt, rendkívül gólerősen játszik idén az mb 1 ben úgyhogy azt hiszem, hogy az, hogy ő a 35-ös keretbe bekerült, az talán nem meglepő. Nyilván, amiket itt az előbb H. Noémi kapcsán elmondta, hogy ez egy 35-ös keret, azért szerintem meglepődnénk, hogyha ő mondjuk a, a 20-as vagy akár egy 16-os meccs keretbe is bekerülne, illetve valószínűleg az azt jelenteni, hogyha teljesen őszinték vagyunk, hogy akkor valaki ott megsérült. Kajdon Blanka neve is feltűnik, ő azért az elmúlt egy-másfél évben egy nehéz időszakon megy keresztül, hiszen ugye ő volt az a játékos, aki a Nandba igazolt volna, egész pontosan talán már, már át is helyezkedett oda Franciaországba, hogy aztán gyorsan klubot kelljen találni akkor, amikor már gyakorlatilag minden keret készen állt, és készen volt, úgyhogy ő jelenleg egy, egy kisebb német csapatban, a Saxon-Zwickau-ban kézilabdázik. Nyilvánvaló, hogy neki ez hát átmeneti állapot, és én nem gondolnám, hogy ő a következő szezont is itt fogja elkezdeni, azt látjuk a hírek alapján, hogy egyre jobb formával lendül, egyre jobb teljesítmény nyújt ebben a német csapatban. De azért tudjuk, hogy itt ugye Szabolaura például a csapattársa, és hát Szabola azért, amikor kiigazolt, elmondta, hogy ez, ez bizony egy, egy fél amatőr csapat, tehát itt azért ennek megvan bizonyos szintig a, a, a plafonja annak, hogy milyen teljesítményt lehet nyújtani, illetve milyen eredményeket fog ez a csapat elérni. Kajdon Blanka is tagja ennek a 35-ös keretnek. Talán még a meglepő nevek közé sorolhatjuk Smolek Apollóniát a szombathelyből, ő ugye egy beálló játékos, szintén egy újonc csapatból került be. Én azt hiszem, hogy némileg ez azért a poszt is, hogy olyan játékos kerülhetett be már ebbe a 35-ös keretbe is, akit szerintem tényleg csak a nagyon szűk érdeklődők ismernek, hogyha őszinték vagyunk, bár úgy tudom, hogy te azt mondtad, hogy, hogy te azért nem először találkoztál a nevével, de nyilván nem, nem a legismertebb játékosok közé tartozik. Amit érdemes kiemelni, szerintem még, hogyha itt haladunk tovább, Balátlövőposzton poszton Csíkos Luca és Faragó Leo is bent van. Én azt el tudom képzelni, hogy, hogy kettejük közül valaki, valaki be fog kerülni a 20-as keretbe. Én és azt, nem gondolom, nem én azt gondolom, én azt gondolom, hogy, Mind a kettő megérdemelni szerintem egyébként, de ha csak egyik előbb, én már azért azt is aláírom. Mm, még ezzel sem vitatkoznék, hogy mind a ketten megérdemelnék. Azt gondolom, hogy ö, ismerve a Vovának a, a, válogatási elveit, szerintem, szerintem egy hely talán kiadó valamelyiküknek. Igen, szerintem, amit akartam mondani egyébként, amíg az irányító kapcsolat szerintem pontosan két irányítóval fog menni, legalábbis én az Vámos Petra és szerintem a Simon Petra fog menni, a többiek még szerintem azért nincsenek azon a szinten. Itt ugye meg lehet, megint felett, hogy mi van Páltamorával például, ugye az is egy érdekes kérdés. Tóth Gabi mindig előnek a, 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 kötelező nevek, ugye, mert mindig azt szokták mondani, persze, hogy az a játékos hiányzik, aki nincs a keretben, de most azért ők szerintem azért jogosan hajthattak volna erre a kiüresedő 35-os posztokra mondjuk. És hát igen, hát kutatásenge, nem hiszem, hogy kérdéses lesz szerintem, Ugye Kácsó Gréta, ugye mesélted, most én nem látom ezt a meccset, hogy, hogy mindent eldöntő dolgolt, és mindent eldöntő akciót sikerült a saját csapatának a javára kiharcolni, ami tök jó dolog. Én úgy gondolom, hogy Csíkos Luca, Juhász Gréta előtt talán most úgy van, és hát Faragó lehet, mm. már, őt most már követelem egy jó ideje, hogy legalábbis, legalábbis a legalábbis gesztus révén ott van, most, hogy ott van, de hát látjuk azért, hogy bár hullámzik még egy nyilván, nyilván a teljesítménye, ő sem életem mérkőzését játszottam most a győr de például az Alba ellen azt hiszem 10 gólt lőtt, úgyhogy ő, ő a jövő emberebe biztos vagyok, úgyhogy itt, ha olimpiai ciklusokban gondolkodunk, és ugye mondtuk, hogy ez talán még egy kicsit belefér, ha szigorúak vagyunk ebbe a négy éves ciklusban, most négy és fél év, mert ugye hazai rendezésű, hazai is, hazai, hazai rendezésű is a, ez a akkor azért ez belefér még, úgyhogy ott én mondom, mind a kettőnek örülnék, de ha csak egy egyik megy, akkor, akkor azért én annak is nagyon örülnék. Tehát te azt mondod, hogy ha jól értem a szavaidat, hogy inkább a faragó le a kettőjük közül. É, igen, 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 én nőtőt. Na, ez azért jó, mert én meg az... Én... Na, ez azért jó, mert akkor én ezt viszont gyorsan oponálom, én azt mondom, hogy szerintem a csíkos luca fog bekerülni a keretbe. Egyrészt Na, azért, az már, Nem, elmondtám. az más kérdés, hogy ki fog szerintem bekerülni a keretbe. Szerintem is ja, jó. inkább a csíkos luca fog bekerülni a keretbe, de én át is vinném. Én így mondom, ja. így. Na értem így, értem. így korrekt, vagy így, így egyértelmű. De akkor hangozza nem, hogy szerintem amúgy hogy Csíkos utca azért lesz bent a keretben, mert egyrészt amit említette, hogy a Juhász Gréta előtt van, hogy ők mostantól az idei évtől klubtársak, tehát hát elég jól összemérhető az, hogy a, a Luca egyértelműen a Juhász Gréta előtt van, és a másik dolog az az, hogy a a Lucert azért többször láttuk, hogy betolják középre irányítóba, és én azt gondolom, hogy azért irányító poszton főképpen amiatt, hogy a Simon Petra nagyon kevés játék lehetőséget kap a Fradiban, egy picit vékonyabbak vagyunk, és én azt hiszem, hogy itt van egy olyan variációs lehetőség, amit a Vova én szerintem ki fog használni. És ilyen szempontból szerintem a Csíkos Luca egy picit a Debreceni Klivinyi Kingának gyakorlatilag ilyen egy az egyben helyettese. Úgy, úgy, legyen, műző. úgy legyen. Neki is nagyon drukkol szóval nincs, nincs, vagy, vagy vagy, mindeket nagyon szimpatikus, mindekettő, szerintem már jövőre stabil kerettag lesz, vagy legalábbis pár éven belül egészen biztosan szerintem generációváltás lesz, hogy pedig ugye a többiek sem olyan idősek, mondjuk így. Szóval bár több passzon azért ugye egyetlen, egyetlen név kerülhet szóba, de ugye nincs itt, aki hosszan sérült, vagy a szörsége Zácsik Szani, aki most azért már, most játszott, pályára lépett a mérkő egy, a hétvégig, vagy a mi volt most? Hétvégi A teg tegnapi hétvégi, 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 hétvégi mérkőzésen. nem tudtam most milyen nap van, de a hétvégi mérkőzésen. Úgyhogy, de hát az ő, az ő, ő visszatérése szerintem már azért nem annyira, nem annyira aktuális. Nagyon drukkolom neki, hogy úgy összetudja tudja szedni magát, meg a sérülésből kifogadóan azért tudja még segíteni a fradit, aztán kíváncsi vagyok, hogy mit fog ő nála is a jövő. Igen, hogyha hát, őszinték vagyunk, Szörösi Zácsik Szand, Szandrának a rehabilitációjáról is hallottunk olyan híreket, hogy nem zajlott éppen zöggenőmentesen másrészt pedig nyilván ez az első mérkőzése volt a visszatérése után, tehát azért nagyon nagy értékítéletet ez alapján nem mondjunk, de, de nem arról szóltak a hírek, hogy ő itt, hogy mondjam, meccset eldöntő domináns szuper teljesítmény nyújtott, inkább azt mondták, hogy, hogy azért ez még, ez még nagyon az út eleje számára, és reméljük, hogy van még út, és reméljük, hogy lesz még motiváció, és lesz még, lesz még kondíció és benne van még az az egy, két, három, négy, ki tudja hány év szőlőcsizácsik szandrában, hogy, hogy még visszatérjen, de a legfontosabb nyilván az, hogy egészséges legyen, úgyhogy ehhez mindenképpen drukkolunk neki, azt hiszem ezt elmondhatjuk az egész nevében. Zárjuk le itt a, a válogatottal kapcsolatban még ugye balszérről talán egy mondat, Sokaknak hiányozhat a bajnokok ligájában most már évek óta a Rapidban amúgy jó teljesítmény újtó Korsós neve. Köztük vagyok, ott, igen. vagyok, abszolút. Szóval, De azért, tud, ha őszinték vagyunk, azért egy Márton Gréta, Szőlős is, Nadin, Hásfalvi, Júlia, Petrus, Mirtő, Fodor, Csenge, Ötös, az még, az még, így sem rossz. Abszolút. Tehát azért itt arról, őt, az a, hogy... Ugye, arról ugye, hogy mi van itt a, az állandóság skáláján, akkor, akkor egyértelmű, hogy hogyha eddig sem volt, akkor nem fog most berobbanni, és az is tudjuk valószínűleg ki az, aki megy, és aztán itt is szerintem hamarosan jönnek a úgymond fiatalabbak ezen a poszton is. Tehát azt gondolom, hogy itt is az öt játékosból legyen hat, igazából bárki mehetne, mert tényleg, tényleg nagyon jó teljesítmény nyújtnak, úgyhogy, úgyhogy, és itt is valószínűleg ugyanaz a kettő fog menni, mint az olimpián volt. Szerintem. Én is ezt gondolom, én annyival talán egy ilyen kevésbé népszerű gondolatot hozzátoldanék az előző gondolatod első feléhez. Én nem érzem azt, hogy bárki fölfelé annyira kilógna ebből a névsorból, hogy feltétlenül őt így azt mondjam, hogy a teljesítmény alapján egészen biztos, hogy ő neki ott kell lennie. Tehát nem jobb senki annyival a többieknél, hogy, hogy teljesen egyértelműen első legyen a posztján. Azt mondanám, hogy idén én most a Márton Grétát egy jobb formában látom, mint az előző két évben. Úgyhogy, úgyhogy talán én, én már őt tenném az első helyre. Szörös és kevesebbet látunk a Budaörsben, viszont azt is látjuk, hogy a Budaörsnek idén az eredményei azért nem olyan jók. Ugye ők is kikaptak itt az előző bajnoki fordulóban némi meglepetésre. Üm, úgyhogy nem tudom, hogy, hogy a, a második hely nem lehet -e esetleg nyitott, különösen abból kiindulva, hogy egy Szőlős és érte már. Pont az előző Európa-bajnokság előtt egy nagyon kellemetlen meglepetés, hiszen csapatkapitányként került ki az utolsó keresztszűkítésnél. Úgyhogy én azért nem vagyok egészen abban biztos, hogy, hogy az ő hely az, az, az fix ebben a keretben, de majd meglátjuk, hogy hogyan dönt a kapitány. És akkor erről a kapitányi döntésről talán annyit még, hogy te említetted is, hogy lesz egy felkészülési torna Szlovákia és Ukrajna ellen játszunk két mérkőzést. Ez november ja, 22-24. November 22-24. Ja, szóval akart, akartam még ezzel kapcsolatban... Na amikor... no, mondjad, akkor még balszél. Okay, nem, nem a balszél, szél, hogy általában hogy beszélgetünk, hogy, hogy, hogy mi szerintünk mi lenne jó, de egyébként nyilvánvalóan tisztában vagyunk mindannyian azzal, hogy, ugye ez a szövetségkapitánynak a döntése, mert sokszor megkapjuk azt, hogy jaj, hát nem tudom, hogy a szövetségkapitány, meg stb., de én azt gondolom, hogy egy ilyenfajta diskurzus szerintem nagyon jót tesz a, a, a magyar kézadás közegnek, hogy, hogy ki hogy gondolja, ki miért máshogy gondolja, de nyilván tisztában vagyunk azzal, hogy most mondhatunk, itt bármit nem miattunk fog megváltozni valának a, vagy bármely szövetségkapitánynak a véleménye, mi itt egyszerűen csak hangosan gondolkodunk, és uh, nyilvánvalóan sok esetben akár szubjektív preferációval is illetünk ki a játékos, szóval ezt, a, ezt el szerettem volna még mondani egyébként, hogy, hogy nehogy az lenne, hogy jaj, mert így, mert úgy, akik ott vannak, azok is megérdemlik, és nyilvánvalóan elmondtuk sokszor is, hogy játékos nem szoktunk kritizálni, és továbbiakban is ehhez tartjuk magunkat. Mi csak egyszer hangosan gondolkodunk, ez volt a lényeg a mondanomnak. Itt mindenketek egy fél órája nagyon izomlázam nem láttam, úgyhogy ezért gondoltam, hogy megszakírolok, hogy bocsánat. Semmi <laughs> gond. Um, visszatérve arra, hogy akkor még mi várható, ugye most lesz még egy-két BL mérkőzés, egy-két bajnoki forduló, és aztán a november hónap második felétől már abszolút ugye a válogatottak kerülnek fókuszba a felkészülés, az november 18-án indul, 22-én és 24-én Szlovákia és Ukrajna ellen játszunk két felkészülési mérkőzést, és hivatalosan a Jusz Kupa. tatabányán kerül megrendezésre, akinek ideje, pénze, lehetősége lesz, én azt gondolom, hogy érdemes azért kilátogatni, itt az LB előtt találkozni a csapattal, és november 28-ától, tehát csütörtöktől kezdődik számunkra is az Európa-bajnokság, a törökökkel játszik az első mérkőzést, aztán egy szombati svédek elleni mérkőzést november 30-án, az úgy tűnik, hogy egy jó időpontra időzített, egy sláger mérkőzés lesz szerintem, és tényleg, amit te is elmondtál, nagyon fontos lesz az LB végkimenet szempontjából, úgyhogy oda mindenképp buzdítunk mindenkit, hogy menjenek Debrecenbe és aztán december másodikán hétfőn Észak-Macedónia ellen zárjuk az A -csoportot, de reméljük, hogy még ezután további mérkőzések várják a csapatot. Zoli, öm, én azt gondolom, hogy ami adósságunk volt, azt nagyjából törlesztettük a hallgatók felé. Nem tudom, maradt-e még bármilyen téma benned, amit itt női kézilabdázás kapcsán érdemes lenne kiveséznünk, vagy tegyünk itt egy pontot, és jövő héten visszatérünk a BL. Szerintem tehetünk pontot, itt ugye egy, egyetlen téma volt, amire nem beszéltünk, és még nem is fogunk beszélni, most már akkor titokzatosak maradunk, így a, ugye a Fradi háza tájáról jönnek olyan információk, amelyek nem biztos, hogy pozitívak, de itt azért megvázánk egy, egy adással azt, hogy mit, mi fog történni a jövőben, mondjuk a következő héten, hiszen ezek elég frissek, és hát nyilvánvalóan azért azt tudniuk kell a kedves hallgatóknak, hogy ezért rengeteg információt kapunk mindenféle forrásainktól, amelyek egyébként 99%-kal valóban úgy is megtörténik, de még nem beszéltünk róla. Ez is egy olyan, egy olyan helyzet, amiről szívesen beszélnénk, de még amivel nincs elég információnk, azért még nem szeretnénk róla beszélni, úgyhogy ez a következő héten egészen biztosan szerintem lesz egy, egy inkább fradi fókuszú adás, úgyhogy addig is azt gondolom, hogy szerintem már befejezhetjük, szerintem így is elég sokat beszélgettünk itt ketten, úgyhogy nem tudom. Tokásunkhoz hogy... híven éppen, hogy beférjünk az egy órás határ alá az, hogy a Ferencváros házatáján, házatáján mi történik, arról pedig szerintem jövő héten a, a BL-elemzések során biztos, hogy fogunk tudni majd hosszasabban beszélni, hosszabban is beszélni. Én és nagyon szépen köszönöm az időt, a türelmet, a, az integetéseket és a jó beszélgetést. A kedves hallgatóknak pedig, hogy. A szakértelmet nem köszönöm meg, de, de ennek külön oka van. A nézőinknek, hallgatóinknak pedig nagyon köszönjük továbbra is, hogy követnek minket, küldjétek a lájkokat, kommenteljetek, nagyon szeretjük a kommenteket a YouTube föl. videók alatt, iratkozzatok föl, a kommentekre igyekszünk legjobb tudásunk szerint reagálni, mert, mert szeretjük a párbeszédet, és hát hallgassatok sok belemenést, hallgassatok sok belemenés pluszt, és jövő héten pedig jelentkezünk a Bajnokok Ligája forduló után a következő adásunkkal. Sziasztok! Szép estét, sziasztok!